Az EVS angol nyelvű rövidítés jelentése Európai Önkéntes Szolgálat. A program keretében a Várpalotai Ifjúsági Ház 2010 óta fogad, illetve küld önkéntes fiatalokat Európa országaiba. Az Európai Önkéntes Szolgálat ez egy nagy lehetőség a mai fiatalok számára. Nyelvet tanulhatnak, megismerhetik Európát, megismerhetik más nemzet kultúráját. Úgy gondoljuk, mivel az Európai Unió tagállama vagyunk, ezért érdemes, és buzdítjuk a fiatalokat arra, hogy ismerjék meg a világot, lássák meg Európa másik országait is. Várpalotára legutóbb 2012. októberében érkeztek önkéntes fiatalok Európa több országából. Ők 9 hónapon át segítik az Ifjúsági Ház, a Jószerencsét Művelődési Központ, illetve a Tájház munkáját. Lengyelországból, Németországból, Spanyolországból, Törökországból és Oroszországból fogadtunk önkénteseket. A fiatalok tulajdonképpen többféle programmal, a saját hobbiuknak megfelelő programmal színesítik az Ifjúsági Ház munkáját, így nyelvtanfolyamokat, azaz nyelvklubokat tartanak, kreatív foglalkozásokban vesznek részt, sportot is előtérbe helyeztük, hiszen a mozgás az nagyon fontos a mai fiataloknak, úgyhogy megpróbálunk a fiatalságnak kedvezni ezzel a programmal. Mennyire népszerűek ezek a programok a fiatalok körében, mennyire aktívak? Mivel második turnus ők, akik itt vannak, én azt gondolom, hogy évről évre ügyesebbek leszünk, és egyre jobban bekapcsolódnak a helyi fiatalok az Ifjúsági Ház életébe, illetve maga az Európai Önkéntes Szolgálatba is elfogadják azt, hogy nagyon fontos az idegen nyelv, nagyon fontos az, hogy külföldre menve más nyelvet is tudjunk beszélni, így én bízom benne, hogy a jövőben még többen jönnek hozzánk, természetesen látogatják a programokat, de én szeretném, ha még többen csatlakoznának hozzájuk. Az Ifjúsági Ház által bonyolított EVS program sikerét az is jelzi, hogy a városunkban tevékenykedő külföldi fiatalok mellett várpalotaiak is vállalnak önkéntességet idegen országokban, akik munkájával az európai fogadó szervezetek is nagyon elégedettek. Az egyik fiatal lány a bevándorlási hivatalban dolgozik, bevándorlási hivatalnak az egyik egyesületében, akkor van egy olyan fiatal lányunk, aki egy pici településen ifjúsági háznak a programjait valósítja meg, illetve egy másik, aki pedig Finnországban, akinek már lejárt a szolgálata, de ő kint maradt külföldön, ő pedig egy nagyon pici, apró településen a helyi emberek életét segítette. A sikereken felbuzdulva az Ifjúsági Ház ez év februárjában ismét pályázatot nyújtott be az EVS programra, melyet ez alkalommal is elnyert az intézmény. 4 külföldi önkéntest fogadhatunk Várpalotán, 2013. júliusától kezdik meg a szolgálatokat, azzal a különbséggel, hogy ők egy évre érkeznek Várpalotára, 2 Németországból, 2 pedig Spanyolországból. Őket szeretnénk még jobban bevonni az életünkbe, és szeretnénk, hogyha a saját elképzelésüket itt az Ifjúsági Házban is meg tudnák valósítani. Hogyan telik egy átlagos nap itt az Ifjúsági Házban? Az oktatási intézményekkel együttműködve megpróbálunk olyan nyitvatartási időt az Ifjúsági Háznak biztosítani, amellyel nem a tanulástól vesszük el az időt a fiatalok tanulásától, így délután 3 órától várjuk a fiataljainkat különböző programokkal, melyet a kollégáim, illetve a külföldről érkezett önkéntesek segítségével tudunk megvalósítani. Húsvét volt, húsvétre készültünk, szépen feldíszítették az Ifjúsági Házat az önkénteseink, illetve a kollégáink. A kreatív foglalkozásokkal próbáljuk színesebbé tenni a programot, megemlékezünk a jeles napokról, filmklubot tart például a lengyel fiú nálunk, illetve nyelvklubbal próbálják a várpalotai lakosokat bevonni az Ifjúsági Ház életébe. Ezek a programok nem csak a fiataloknak szólnak, hiszen a szervezők szívesen látják az idősebb korosztályt is a foglalkozásokon. Az önkéntes fiatalok nyelvklubjaiban például mindenkinek lehetősége nyílik térítésmentesen nyelvet tanulni. 5 önkéntesünk tölti szolgálatát az Ifjúsági Házban, ezért 5 különböző nyelven tanulhatnak a lakosok, illetve a fiatalok. Természetesen még az angolt is belecsempésztük, hiszen az Európai Önkéntes Szolgálat munkanyelve az angol, mi így kommunikálunk velük, természetesen ők magyar nyelvtanfolyamra is járnak, és egyre jobban fejlődik a nyelvtudásuk. Bár megmondom őszintén, hogy az előző fiatal lány Mária, ő sokkal ügyesebben tanult a saját
sajátította el a magyar nyelvet, de nekünk meg nagy lehetőség, hogy az angol nyelvet még jobban és még gyakrabban tudjuk gyakorolni. Az ifjúsági ház hétfőtől szombatig várja a klubtagokat, illetve a hozzánk látogató lakosokat. Vasárnap szünet van nálunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy vasárnap a családé, és a fiatalok töltsék közösen a családdal a szabadidejüket, úgyhogy hétfőtől szombatig délután 3 órától este 8 óráig várjuk a hozzánk látogató fiatalokat. Az IVS program mellett az Ifjúsági Ház az idén 4. alkalommal szervezi majd meg a Városi Gyermeknapot, ahol az intézményben, illetve annak környékén zajló rendezvényen sztárvendég, illetve helyi civil szervezetek táncosai szórakoztatják az eseményre kilátogató városlakókat. Ezen kívül a május 26-án kezdődő Ifjúsági Héthez is csatlakoznak, ahol a Városi Könyvtárral, illetve a civil szervezetek bevonásával szeretne színes programokkal szolgálni a várpalotaiaknak az Ifjúsági Ház.